mai helyzetét nagyban visszavezethetjük ugye az államosítás, a központosításhoz gyakorlatilag, és hát most a kormányzat eddig a fenntartást államosította, központosította a működtetés megmaradt az önkormányzatoknál, és ő próbálja megoldani az oktatás problémáit, a TIP problémáit, vagy magát a működtetést is államosítani fogják. De ma nem ez egyébként a témája a sajtótájékoztatónak, hanem az, hogy ennek viszont a költségeit az önkormányzatokon szeretné az állam bevasalni. Az utolsó bizottsági üléseken került gyakorlatilag bele egy módosítás a jövő évi költségvetés tervezetébe. Ilyen bizottsági ülésen, ahol már módosító indítvánnyal nem lehetett élni, tehát szándékosan az utolsó pillanatban került ez beemelésre. Ez egy 50 milliárd forintos megszorító csomag, ami a hazai önkormányzatokat fogja érinteni. Ennek kb. 28 milliárdos része az a feladat finanszírozástól, illetve az ehhez kapcsolódó tételekből való elvonást jelent, illetve bevezetésre kerül egy új adó, egy szolidaritási hozzájárulás, amely 21 milliárd forintos összeget jelent, és ezt azoknak a településeknek kell majd fizetni, ahol az adóerő képesség eléri legalább a 32 ezer forint per fő értéket. Erről majd még egy néhány szót kicsit később mondanék. Amit látni kell, hogy valóban a működtetés államosításával nyilván az önkormányzatok ez irányú kiadásai csökkenni fognak, viszont a rendszerben lévő nagy mértékű aránytalanságot kell észrevenni, hiszen ha azt nézzük, hogy mind a tavalyi, mind az idei költségvetése a kliknek nagyon komoly mértékben alulfinanszírozott volt, és ennek köszönhetően ugye tudjuk a hírekből, hogy hihetetlen mennyiségű adósságot halmozott fel, amit görget maga előtt, és amelyek kötelezettsége van a kliknek, és ezt ki kell majd fizetni. És hiába korrigálták a következő évre már valamilyen szinten a klik költségvetését, félő, hogy nem lesz elegendő még el az összeg sem. Annak tükrében pláne nem, hogy tudjuk azt, hogy a hazai önkormányzatok eddig is erejükön túl teljesítettek, hiszen bár magát a működtetés költségeit kellett ugye állniuk, mégis nagyon gyakran tágabb értelemben értelmezték ezt a működtetést, és olyan dolgokat is finanszíroztak, ami egyébként a feladat ellátáshoz, a fenntartáshoz volt köthető. Most tekintve ezeket a többletvállalásait az önkormányzatoknak, illetve a klik által maga előtt görgetett hatalmas mennyiségű adósságot, egyáltalán nem látjuk biztosítottnak azt, hogy az idei költségvetése a kliknek, illetve még az 50 milliárd forintos elvonás együttesen adott esetben fedezni fogja a kiadásokat, a kiadási oldalt. Ezzel abszolút, ebben abszolút nem vagyunk biztosak, és nagyon félünk attól, hogy az egész rendszer ez majd iskola összevonásokat és ami még rosszabb iskola bezárásokat eredményezhet a jövőben. A másik része ennek a javaslatnak, ez kapcsolódik aztán az adóerő képességhez, ugye ez gyakorlatilag a települések saját bevételeit jelenti. Ezzel a szolidaritási adóval a kormány gyakorlatilag ezeknek a településeknek a saját bevételeit fogja megtézsmálni, fogja lenyúlni. Ráadásul ami marad, abból lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy az ott dolgozó munkatársak, köztisztviselők, közalkalmazottak alapilletményét adott esetben kiegészítse, megnövelje. Ez azért rendkívül cinikus, mert ez egy állami feladat lenne. Az állami költségvetés része kell legyen az alapilletmény emelése. Ezt a Jobbik egyébként minden évben be is nyújtja a költségvetés módosító javaslataként, és minden évben a kormánypárt eddig le is szavazta. Az a baj ezzel az egésszel, hogy az alapilletmény kiegészítés, mint mondtam, állami feladat lenne. A Gyurcsány kormány ideje óta gyakorlatilag nem nőtt a köztisztviselők alapilletménye, és amellett, hogy az állam lenyúlja, megdésmálja most ezeket a településeknek a saját bevételeit, még a települések nyakába varja annak a felelősségét is, hogy adott esetben bármi más terhére, rovására megemelje a munkatársak fizetését, vagy pedig évére tartja őket, ahogyan most is sok esetben kényszerülnek dolgozni.
Sajnos nem lehet már módosító javaslatot beadni ezt a tervezethez, ezt már mondtam a tájékoztató legelején, így egyetlen egy dolgot tudunk kérni a kormánytól, hogy ezt a megszorító csomagot, és ezt a rendkívül cinikus javaslatot, ami a városok, települések fejében, nyakába varja gyakorlatilag a munkatársak béremelésének a felelősségét, ezt vonják vissza minél hamarabb. Köszönöm szépen. A mesélem van a kérdés.